Negyedik év annak, hogy sajnos Zsolt nem lehet itt közöttünk, viszont úgy, ahogy látjátok, hál' Istennek ismét összehozott minket. A negyedik alkalom, hogy a Tancsentrumgán maradt Eljős Zsolt emlékére megszervezzük az Eljős Zsolt teljesítménytúrát, amelyet büszkén mondom, hogy a legnagyobb teljesítménytúra Erdélyben és az egyik legnagyobb a Kárpát-medencében. Az idén van a 180. évfordulója a gyilkostó alakulásának, és azt a feladatot szeretném adni önöknek, amellett, hogy gyönyörű tájainkat csodálják, hogy gondolkozzanak azon, hogy önök, mint olyan emberek, akik szeretik a kihívásokat, akik sokat járnak a természetbe, akik sok helyen megfordultak, mit tennének, hogy csomagolnák ezt a gyönyörűséget, a gyilkostót és környékét, ahhoz, hogy minél inkább eladhatóbb legyen mindannyiunk számára, hiszen egy olyan természeti értékkel, kincsel rendelkezünk mi Gyergyóban, amit ugyebár nagyon sokan megirigyelnek. Ezen az úton veletek van Eljős Zsolt szelleme, ő fog kísérni, és kívánok nektek mindnyájatoknak egy szép napot és könnyű túrázást. Arra hírom meg önöket, hogy azon felül, hogy ma teljesítménytúra van, ezt hiszem, hogy nem csak egyedül akarják önök megtenni, hanem közösen is, nem csak közösen, hanem az Istennel közösen. Áldjon és őrizzen benneteket a mindenható és szerető Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Ha véletlenül eltévedtek, vagy bármilyen probléma van, akkor ezt a telefonszámot kell hívni, én fogok válaszolni. Reméljük, hogy probléma nem lesz, a vadaktól nem kell fejni, és nagyon szép napot, jó turázást kívánok! És akkor megkérném Vadász Istvánt, hogy indítsa el.
Alig szomlunk. A két szelet jó.
is.
gazdát ki lehet, fűnevelő ki kellett. Ilyen szép úgy itt volt, így. Meg a járásának a csípőjének a rendőség.